Elkészült a Honvédség megrendelésének első üteme, az első 40 busz gyártása befejeződött az Ikarusban. A gyártósoron már a második ütem darabjait szerelik össze a szakemberek. Az Ikarus Járműtechnika Kft. 400 millió forintos kormányzati támogatással megvalósított 1,2 milliárd forint összértékű fejlesztést hajtott végre annak érdekében, hogy a sorozatgyártás újraindulhasson a fehérvári üzemben. Itt készült tulajdonképpen a busznak a balvázát. Ez a lézervágó az egyik legmodernebb gép az Ikarusban, de az alkatrészgyártás minden állomása vadonatúj technológiával készül a csarnokban. A fehérvári gyár 400 millió forintos állami támogatással több mint 1 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre. A pályázati forrást a pénzügyminiszter adta át a vállalat elnökének. Mindegyik siker mögött azért alapvetően a humán erőforrás, az emberi szellem, az emberi teljesítőképesség kell, hogy álljon, és ha van egy jó csapat, ha van egy jó közösség, akkor ezeket a sikereket sokkal könnyebb elérni. Rendhagyó módon a mai nagyvállalati beruházási támogatási okirat átadására akkor kerül sor, amikor ez a beruházás már megvalósult. Egyáltalán nem van ez ellenünkre. Örülök annak, hogy az élet egy olyan gyors ritmusváltást hozott, amikor a Ikarusnál az események fölgyorsultak, és az eszköz technológiai fejlesztéseket létrehozták. Elindult egy modern, sorozatban történő buszgyártásnak a építése, és természetesen azok a katonai elvárások is megjelentek, amelyeket ehhez a buszfejlesztéshez az állam igényelt. Az Ikarus Kft. Munkája és az eredményesség, amelyel a támogatást a vállalat felhasználja, igazolja, hogy jó helyre jött a támogatás, nem csak a hazai autógyártásban, buszgyártásban, is megvan az a lehetőség, hogy a növekedés és a kitörés ebben az ágazatban is megvalósuljon. Természetesen az a célunk, hogy ne álljunk meg itt, hanem elérjük azt a buszgyártási programban kitűzött célt, amit 2016-ban a kormány megfogalmazott, hogy a hazai buszgyártó cégek képesek legyenek a belföldi igényeket kielégíteni, azaz elérni azt a évenkénti körülbelül 1100-1200 darabos buszgyártást, amivel már legalább a belföldi igényeket le lehet fedni. Azt gondolom, hogy mivel van ebben a ágazatban hagyományunk, van kultúránk, megvannak még azok a szakemberek, akik képesek átadni a tudásukat, vagy akik képesek még részt venni ezekben a fejlesztésekben, ezért minden reményünk megvan arra, hogy ez megvalósuljon. A kormány tehát nem csak hitellel és támogatással, hanem piaccal is próbálja segíteni ennek az ágazatnak a fejlesztését. Nagyon bízom abban, hogy olyan magas minőségű buszokat képes majd a magyar buszgyártás előállítani, amelyek persze nem csak belföldön, hanem exportpiacokon is megállják a helyüket. A megvalósítás során nyilván szembe kellett néznünk azzal, hogy az idő ebben az ágazatban sem állt meg. Olyan új kihívások vannak, amelyek minden vállalati közösséget és ebben elkötelezett vállalkozókat érintenek. Itt szeretném azt a klasszikus mondást felidézni, miszerint nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog. Mert ezt vagy az szerinte jobban csinálta volna, mint az, aki cselekedni mert. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre. Tehát lehet bírálni, lehet kifogásolni, lehet jobbító szándékú ötleteket mondani, de az igazi kockázatot, az igazi rizikót mindig az vállalja, aki a busz gyártására vállalkozik. Tehát én azt hiszem, hogy ennek jegyében kell a buszgyártási stratégiánkat is megvalósítani. Lesznek fanyalgók, lesznek, akik jobban tudják, lesznek, akik jobban megmondták volna, vagy korábban is megmondták. Ez mindig így szokott lenni. Ők nem vágtak bele ebbe a történetbe, önök, az Ikarus Kft. Újra belevágott. Én azt köszönöm meg, hogy az a bátorság megvolt, hogy a küzdőtérre kiálljanak, és itt az elkészült buszok is azt bizonyítják, hogy erre megvolt nem csak a bátorság, hanem a kellő szaktudás is. Hölgyeim és uraim, 2013 óta növekedési pályán van a magyar gazdaság. Engedjék meg, hogy erről 2-3 mondatot azért ebben a körben is elmondjak. A növekedés megteremti annak a lehetőségét, hogy további fejlesztési programokat valósítsunk meg. Ugye ismerik a számokat, legutóbb a
negyedéves növekedésünk 4,8% volt. Ha jól emlékszem, 2005 óta nem volt ilyen magas ez a szám, tehát újra elkezdünk egy olyan fázisba jutni, hogy a magyar gazdaság szintet tud lépni, a növekedési tekintetben is nem 1-2%-kal, hanem jóval magasabb ütemben tudunk fejlődni. A polgármester köszöntőjében az Ikarusról, mint egy városi közösségről és mozgalomról beszélt. Cserpalkovics András abban bízik, hogy néhány éven belül a fehérvári helyi járatok új Ikarusok lesznek. Amikor legutoljára az Ikarusszal kapcsolatban hírt adhattunk, akkor azt tapasztaltuk, hogy ez még mindig egy mozgalom gyakorlatilag Székesfehérváron és egész Fehér megyébe. Amikor újra bejelentésre került, hogy újra lesz buszgyártás itt Székesfehérváron, amikor bejelentésre került, hogy elkészültek az első buszok, és az első 15 buszt államtitkár úrékkal közösen a város főterén fogadhattuk, akkor az erről megjelent sajtóhíreket, mondjuk a közösségi média felületen, ahol lehet ezt viszonylag könnyen mérni, lehetett látni, hogy sok-sok tízezer ember, sőt 100-150 ezer ember nyitotta meg az erről készült videókat, nézte meg, és fejezte ki örömét gyakorlatilag teljesen egyöntetűen. Nyilván nagyon egyszerű ezt belátni, hogy mi ennek az oka. Nem nagyon van olyan fehérvári család, akiben ne találnánk valakit, aki ne kötődött, vagy kötődne valamilyen módon az Ikarushoz. És nagyon nagy boldogság és öröm volt, hogy ez a fajta buszgyártás újraindult. És ma pedig már nagy boldogság, hogy nem csak újraindult, hanem az Ikarus bizonyította azt, hogy a nemzeti buszgyártáson belül egy olyan partnere tud lenni az államnak, adott esetben majd később az önkormányzatoknak is, aki képes a buszokat megtervezni, képes elkészíteni határidőre, azokat forgalomba helyezni, magyarul képes ezt az egész folyamatot szakemberek segítségével is végigvinni. Úgy gondolom, hogy ez megint nem már csak ígéret, hanem bizonyíték is, hogy érdemes a támogatásra, és külön köszönjük Magyarország kormányának, hogy ezt a támogatást megadta az induláskor, és megadja most is az Ikarusznak, de az Ikaruszon keresztül a nemzeti buszgyártásnak, és mindenkinek, aki ehhez a mozgalomhoz bármilyen módon csatlakozott az elmúlt évtizedekbe, és nagy örömmel teszi ezt a MÁN-ba is. És itt a köszöntőm végén mit is kívánhatnék polgármesterként, mint hogy egyszer újra Székesfehérvár helyi közösségi közlekedésben is Ikarus buszok fussanak, új, korszerű Ikarus buszok. Jelentem, ez kb. 65 járművet jelentene. Minden ablak tömíte. Ez a busz ma reggel jött le a gyártósorról, és első útja az esőztetőbe vezetett. A honvédség számára 40 ilyen busz már elkészült, és újabb 40 gyártása folyamatban van. Mindeközben egy új konstrukciót is fejleszt a vállalat, az úgynevezett LNG technológiás környezetbarát gázüzemű prototípust európai piacokra szánja az Ikarus. Másik, amit a sajtó számára most mutattunk be először, az LNG busz. Ugye azt kell tudni az LNG buszról, ez a Liquid Natural Gas busz, ami különbözik a CNG buszoktól, mert CNG buszból már az Ikarus 15 évvel ezelőtt szállított le Jakartára, Indonézia fővárosának a főutcájára 100 darabot. Tehát nekünk már nagyon régi tapasztalatunk van a CNG-vel, akkor tényleg korszerűnek számított, de ma már nyilván a CNG. Senkit nem akarok megbántani, akik most még mindig CNG-ket vásárolnak, de nyilván zöld energiának csak az LNG-t lehet tekinteni. Ráadásul ugye az Egyesült Államok is bejelentette, körülbelül egy hónapja vagy két hete, hogy be akar lépni az LNG-vel szállítással az európai piacra. És magyarán szólva áldoznak arra a technológiára, hogy úgy mondjam, most ez szakmaiatlan egy kicsit a CNG-ből LNG-t csináljanak, és konténerhajókon ezt szállítsák be. Európában, mert Európában már nagy a felhasználás, tehát kamionokban már nagyon sok LNG jármű van, a skandináv államokban, Németalföldön, Spanyolország északi részén, Angliában, buszból viszont egy sincs. Mármint Európában gyártott, tehát ez lesz az első, amit most bemutatunk a sajtónak. Remélem, ha most folynak a végső futáspróba előtti, tehát egyre a belső tesztek, és akkor futáspróbák indulnak, és akkor mivel az Európai Unió is
támogatta ezt közvetett módon, ezt a programot, illetve számára nagyon fontos, hogy minél hamarabb az unión belül is beinduljon az LNG buszoknak a gyártása. Hát csak érdekességképpen mondom, az európai nagy fővárosok ma már csak LNG-re írnak ki pályázatot, a dízelbuszokra már nem írnak ki pályázatot. Tehát, hogy úgy mondjam, elsőre végtelen piacokhoz tudunk jutni ezzel. De az innovációval kapcsolatban még annyit hadd mondjak, hogy nyilván az elektromos buszok fejlesztését is előtérbe került, nyilván egy következő kormányprogramba vagy nemzeti buszgyártási stratégiába up-to-date-olni kell ezt a részt, ugyan a korábbi már benne volt, de hát azért látszik az, hogy ez a világban hogy erősödött, melyik irányba ment, és ezeket nyilván figyelembe kellene venni egy elektromos buszfejlesztési programba. Mi itt nem csinálunk ebből titkot, Kína, még azt is megmondhatom, Kína egyik legnagyobb vállalatával, a CRRC-vel álltunk össze egy vegyes állati formában. Tulajdonképpen ezeket a mágnes vasutakat, ugye ők gyártják, ez a nagysebességű vonatokat a CRRC gyártja, tehát elképzelhető, hogy milyen nagyhatalom, Kínán belül ipari nagyhatalom ez. Ezzel van közös vállalatunk, közös vállalat fejlesztése keretében készül el az a busz Kínába, a magyar mérnöki kontrollra építve, hogy jövő héten mennek ki a kollégáim, és veszik át ezt a buszt, és utána teszik vonatra, és 3 hét múlva már itt lesz. Tehát elkészül az a prototípus, amit a kínaiak a kínai pavilonba fognak kiállítani a hannoveri őszi vásáron, mi pedig itt a háttérben dolgozunk szorgalmasan azon, hogy minél hamarabb Magyarországon vagy az Európa Uniós levizsgáztatása is meglegyen. Ennek a kínai-magyar kooperációba készült elektromos busznak. Tehát én úgy látom, hogy innovációba is, tehát nem csak gyártás technológiailag léptünk sokat, hanem innovációba is sokat léptünk, folyik a fejlesztés. Lehet, hogy lesz idő, és meg tudjuk esetleg azt a buszt is mutatni, amelyik alacsony padlós távolsági busz, elvileg ott a egyik csarnokban már látható részben ez a technológia. Ebben még a beszállító partnerünk a Volvo hajtásláncot tekintve, de hát lehet, hogy már később már érdemes mást választanunk. Tehát akár a új energiaforrásokat nézzük, az elektromostól kezdve az LNG-n át, mindegyikben ott van az Icarus busznak az innovációja, illetve eznek a fejlesztése folyik. Akár azt nézzük, hogy az igényeknek jobban megfeleljenek, akár távolsági buszról, akár városi buszról van szó. Ebbe az irányba is készülnek a prototípusok. Tehát szerintem jövőre több szempontból is minőségi pályára, egy nagyobb növekedési pályára tud állni az Icarus. És hát ahogy az előbb említettem, kooperáció, ha a kooperációt tudjuk erősíteni országon belül, meg országon ki, ugye mindegyikre van most már példa, a Volvo-tól kezdve Kínáig, országon belül sajnos még kevesebb a példa, de van példa, a Kurusz ugye egy nagyon jó példa, akkor nyilván ez megint egy újabb erős hátszelet ahhoz, hogy a Icarusnak a régi gyártási volumenét, illetve ahhoz kapcsolódó logisztikát azt ki tudjuk használni kellően. Az Icarusban jelenleg 150-en dolgoznak, egy busz nagyjából egy hónap alatt készül el a gyárban, és az üzemben 2 naponta gördül le a gyártósorról egy új autóbusz.